A Kilizsi utcai óvoda tetőszerkezete egy top pluszos pályázati forrásból került rekonstrukcióra. A nyári időszakban kaptunk arról hírt, hogy megnyertük azt a pályázatot, amelyet nagyon szerettünk volna, hogyha megvalósul, hiszen egy top pluszos forrásra adtunk be igényt a Kilizsi úti óvodának a felújítására, elsősorban a tető felújítására, hiszen nagyon leromlott állapotban volt. Ugye ez volt talán a legjobban leromlott, legalábbis ami a tetőt illeti óvodánk, és mindenképpen szükséges volt ennek a felújítása, hiszen addig, amíg a tető nincs kész, addig nem érdemes hozzákezdeni a többi munkálatokhoz, a belső felújításhoz. Megkaptuk ezt a forrást, tehát meg tudtuk valósítani azokat a fontosabb feladatokat, amelyek szükségesek voltak a tető felújításán is túl. Elkészült a tetőfelújítás, a bejáratok megújultak, illetve azok a vizes helységek, mozgássérült WC, nevelői WC, illetve vizes blokki rész került megújításra. Nyilván folytatni kell majd ennek a felújításnak a következő részeit is, hiszen van még az óvodában olyan tennivaló, amelyet mindenképpen szükséges lesz elvégezni a következő időszakban. F. Kovács Sándor térségi országgyűlési képviselő elmondta, hogy elsősorban a szülők és a családok számára lényeges egy-egy óvoda felújítása. Ha azt szeretnénk, hogy a jövő generációja jó körülmények között nőjön fel, akkor fordítani kell a nevelési intézmények felújítására, korszerűsítésére is, mutatott rá a képviselő.